A nyári időszak beköszöntével megszaporodnak a betörések és a lopások országszerte. Ennek egyik legfőbb oka, hogy sokan a közösségi oldalakon tudatják ismerőseikkel, hogy hamarosan hosszabb időre nyaralni indulnak. Az ilyen nyilvános megosztások a betörések meleg ágyát képezik. Nagyon fontos még itt megemlíteni a betöréssel kapcsolatban, hogy nem csak posztolják a állampolgárok azt, hogy elutaznak, hanem előtte korábban felraknak képeket arról, hogy milyen vagyontárgyaik vannak, hogy van új tévéjük, új laptop, vagy bármilyen más. Úgyhogy az elkövetőknek ez egyfelől jó lehetőség arra, hogy feltérképezzék azt, hogy milyen tulajdonok vannak egyébként, hogy milyen értékek vannak az ingatlanban, illetve mikor van őrizetlenül. Tehát ezt mindenképpen kerüljük, törekedjünk jó kapcsolatra a szomszédokkal, hogyha gyanús személyek vannak az ingatlan közelében, ez lehet egy lakótelepi lakás, vagy lehet családi ház, akkor egymásnak jelezzék. Nagyon fontos, hogyha megtörtént a baj, vagyis a betörésre sor került, akkor az állampolgárok a sértett ne kezdjen el keresést, kutatást végezni az ingatlanba, hanem a 112-t hívja, és minél több információt adjon meg azzal kapcsolatban, hogy mi történt az ingatlanban. A rendőrség azt tanácsolja, több, nagyobb értékű vagyontárgy, például aranyékszerek vagy porcelánkészlet esetén érdemes időnként leltárt tartani. Így, ha a rendőrségi eljárásra kerül sor, pontos leírást lehet adni az eltűnt dolgokról a hatóság szakembereinek. Betörések, speciálisan a besurranásos lopások kapcsán az idősebb korosztály a legveszélyeztetettebb. Az ő esetükben a csalók sokszor hivatali szakembernek, például közműdolgozónak adják ki magukat, így juthatnak be a lakásba és tulajdonítanak el kisebb-nagyobb értékeket. A fiatal generáció szintén veszélynek van kitéve, amikor a szülők dolgoznak, a gyermek pedig egyedül marad otthon. Elég komoly elmozdulás tapasztalható az állampolgárok részéről letekintetben. Biztonsági zárat felszerelnek az ajtóra. Most már nem csak arra törekszenek, hogy a kültéri ajtó az dizájnos legyen, hanem megfelelő biztonsági védelemmel legyen elzárva, lezárhatóvá váljon. Ezen kívül riasztókat lehet felszerelni, vannak különböző ajtóékek, amelyek riasztóként is funkcionálnak. Azt gondolom, hogy ez a 3-4 dolog, amelyek már viszonylag elfogadható összegért elérhetőek a különböző ilyen szakmai szakértő boltokban, ha ezeket beszerzik az emberek, akkor mindenféleképpen hozzájárulnak ahhoz, hogy a bűncselekmények sokkal kevésbé valósulnak meg a sérelmükre. A lakásbetörések számát tekintve csökkenő tendencia mutatkozik mind országosan, mind a megyében. Bár az ilyen típusú bűncselekményeknél Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az élen jár, a prevenciós kampányok hatékonynak bizonyulnak, hiszen az emberek egyre jobban odafigyelnek a megelőzés lehetőségeire.